kék sarokban a mag, pirosban pedig a Humforce. Hát na, mindjárt látok egy hibát. Repcsi nincs. Ők pedig azzal próbálnak droppolni. Ajjaj. A Humforce-osok most megpróbálják ezt a helikoptert kiszedni, de a magosok sikeresen kiszedik a helikoptert, de ez a repülő, ez... Nem tudom. Tuti. Jó. Szerintem nincsen repülő, srácok. Én úgy olvastam, hogy csak két napon a Golmud Railway-en lesz. Hát én nem tudom, hogy most ilyenkor mi van. Na mindegy, ezt majd eldöntik a többiek. Közben itt megy a harc a pontért. Hát ennek most nekem is utána kell néznem, de szerintem nincsen repülő. Egy jármű. Én úgy emlékszem, hogy nem volt repülő. Azóta már változott a dolog? Hát lehet, hogy én tudom rosszul, de szerintem nem volt. Na nézzük, hát ilyen pillanatban a Humforce úgy látszik, hogy tart két pontot, és ezzel fogja is a dolgokat. Most én is tanástalan vagyok egy kicsit ezzel a repülő témával, mert én úgy tudom, hogy nincsen, csak ugye a nagymapokon a Golmud Railway, illetve még van egy, lehetne használni. Most a Humforce-os helikopter megcsinálja a dolgokat, és most felállt az, hogy ugye a B pont megvan a Humforce-nak, a Humforce Mixteam-nek, illetve a C-t kempeli a LAV, amire megy már rá egy hajó is, és közben jönnek itt a gyalogosok, ami érdekes lehet. Egyszerre négyen próbálnak beszaladni. Ketten elestek már, egy ember próbál fent maradni. Humforce-os helikopter megadta magát. Humforce-osok szépen kiszorítják a magasokat innen a B-ről, viszont C-t már húzza az egyik magas úriember. Születnek vissza a Humforce-osok. Egyedül tudja csak húzni egyelőre, nem tudnak rászpónolni, és nem találja meg a jármű a gyalogost. Közben még egy hajó jön. Plusz egy jeep is ide C-re. A jeep a saját aknájukat megfogja a jeep. Ejjjjj. És megjön a LAV is segíteni ide erre a pontra. Vajon megtalálják egymást? Furcsa volt, hogy ugye a Mixteam nem hozta ki ők, mint hogyha szerintem ők is azon az állásponton vannak, hogy nincsen
Ezért nem is hozták ki, ezt csak a mag hozta ki. Most vagy mindketten rosszul tudjuk, és van. Én azt tudom, hogy ez a sima jet az volt. Közben a magnak sikerül két pontot befognia a LAV segítségével. És a heliük is fent van, próbálja megkergetni a force-os helit. Közben megérkezik a Unforce erősítése a célra. Kíváncsi vagyok, mit fognak tudni vele csinálni. LAV egyenlőre még nem vette észre itt a gyalogosokat. Találkozzon a LAV-val. A C4, ami robban, de nem tudnak vele mit csinálni egyenlőre ott a gyalogossal. Ott hagyják a jelművet, de nem. Hát nagyon nagy szerencséje volt ezzel. Lucy hamar ellophatta volna azt a járgányt. Most pedig a hajó lő rá. Az RPG-t eltévesztik. Mind a két oldal használja a jetet, akkor valószínűleg van jet, vagy most már totál tanástalan vagyok ebbe. Lehet, hogy valaki jobban tudja. Miért? Vagy akkor van jet? Hát akkor legyen. Tudom. Lehet, hogy már lett változtatva, mert én a legelsőt olvastam el, abban még emlékszem, hogy nem volt. Most már azóta lehet. Viszont a magon azt látom, hogy most mintha egy kicsit megtalálták volna magukat, és kiszorították egyet, az, hogy a C-ről a Moonforce-ot, aki most fogja a Moonforce Mix Team-et, aki most megpróbálja támadni majd a C-t. És az A-n is hatalmas a küzdelem, de most ezt vissza tudja foglalni a mag. A B pont pedig ilyen nagy kérdés számomra. 2HD nagyon szép rakétával elrendezi a magos helikoptert és indul el ára. A Unforce-ok viszont most hatalmas erőkkel támadják ezt a C-t. Talán meg is lesz nekik. Úgy látom, hogy le is tudták húzni, ott az embert megölték, viszont ott születik vissza egy ember, aki a mindjárt a LAV-ot meg is támadja. Lejavítják, az RPG elvisz egy Unforce-ost. Na most az lesz megint a kérdés, hogy mennyire tud felállni itt újonnan a mag. Úgy látom, hogy elég sok emberrel megérkeznek a célra, és nem szeretnék ezt elveszteni. És egy jó százast már le is hoztak lassan a Unforce-ból. Röpködnek az RPG-k közbe. Unforce-nak egy gyalogosa van, és a LAV-ot három oldalról támadják ezt a LAV-ot. Röpködnek az RPG-k, a javító meghalt. Pár tévesztett RPG, és jön a helikopter is segíteni vissza a Force-tól, de megvan a LAV. Így visszapörög most a pont. Rakéták csattognak. Most azt látom, hogy kicsit így a Unforce Mix Team be van oda szorulva arra a B pontra. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz. Egy nagyon szép RPG Get Left-től, ami leszedi a helikoptert. És most a Unforce pörög, Unforce Mix Team, dupla annyi pontja van, jelen pillanatban még, de így, hogy két ponttal rendelkezik a mag, hamar megváltozhat ez. Itt egy ilyen kicsit megint Benihil zenét, szerintem be kéne raknom a stream programba, és ilyenkor bejátszani, amikor elmennek egymás mellett. Nagy erőkkel próbálja az át is megtámadni a Unforce, de itt a LAV már ugye védi pontot, de mintha a LAV úgy gondolná, hogy ő neki bizony ezt az át nem nagyon kell figyelnie. Lehet, hogy át kellene váltania majd C-re, ahol viszont a magosok most jól tartják magukat. És itt a LAV próbálja ezt az egyetlen egy embert megölni. Ki ő? Hellego. Aki el is tud bújni. Jön a helikopter is. Egy rakéta a LAV-ra. És a LAV most sikeresen elpusztítja itt ezt a két embert. A Unforce most egy kicsit hátrányban, úgy érzem. Amilyen jól kezdtek, most ez egy kicsit furán jön nekik ki. Lucy fog belerobbanni hamar a LAV-ba, el is hagyja. Most inkább gyalogba próbál meg itt a Unforce változtatni a dolgokon. Sokan megérkeznek nagyon a C-re. Most az lesz a kérdés, hogy tud-e a mag visszaszpónolni ide erre a pontra. De most kihaltak a C-n. Ilyen
gondolt egy ember vissza, de talán nem volt ez olyan okos ötlet itt most lövöldözni. Droppolni fognak talán. Egy jó RPG daráló John-tól. Igen, droppolnak is. Jön a másik heli is. Talán most így a csapatok mind a ketten úgy vannak vele, hogy mivel mind a kettőjükbe kérdéses ez a jet. Én is megemlítettem, hogy nincs, lehet, hogy én sem tudom pontosan. Ezért inkább most ezt a jetet hanyagolják, és ez tényleg nagyon nagy respekt mindenkit csapattal, mert az egy dolog, hogy én nem tudom akkor pontosan a szabályzatot, de ők se. Igen, most erre nem tudok megint mit válaszolni, hogy van egy jet, vagy nincs. Ennyi, jó, megbeszélték a srácok. Nem használják akkor a jetet. De én nem tudok mit válaszolni igazándiból, mert az eredeti kiírásban emlékszem, hogy nem volt engedélyezve, hogy két mapon, két nagy mapon Hainan, ha jól tudom, nem volt benne. De szerintem itt az a jet, ez olyan, mint a Shankhain is lenne, szóval annyira sokat nem dob itt a kis heli. Kis helyt megint nagyon szépen szedi ki a mag. És sokat visszapörgetnek a mix team-en. Most itt a lav. A többi ponton jelen pillanatban nem nagyon történik semmi, azért mutatom a C-t, mert ez egy ilyen vízválasztó pont lesz. Mind a két csapat számára. Aki meg tudja ezt most itt tartani, az hozhatja a kört. Ennek az RPG-kos kis helikopterről, és jön a spawn is. És meg is van a dizéből a lavba. El is száll a lav. Viszont most többen gyalogosban vannak a Unforce-ból, viszont jön a drop is. Hát ez egy nagyon nagy csata itt a C-nél. Pörgeti vissza a maga pontot. Ha most nem halnak ki a magosok itt, akkor még a map is meg lehet nekik. Viszont közben villog át. Unforce-nak sikeres támadása van az A ellen. A kis heli egy kicsit megbokrosodik. És a Unforce most talán ezzel nagyot tud váltani. Warpiga nem tudja lehúzni, X-elnek. Ez itt most egy döntetlen volt. A magosok viszont gyorsan dobnak oda egy embert. De még két ember ott van. A Forsttól is. Akik most az 1v1, én is most meg tudják csinálni a pontot a magosok. Viszont most ez a 20 tiket, nagyjából 20 pár tiket különbség. Itt a cím fog eldőlni szerintem megint. Jön a Forsztos helikopter, támadja a pontot. Sikeresen lelövi, és ismét Danálo John leszedi a helikoptert egy RPG-vel. Nagyon bejött neki az RPG, viszont jön a love. Kíváncsi vagyok, hogy be fogja tudni húzni ezt a C-t. Sokan támadják a C-t, megvan a C nekik. De most kellene a heli támogatása ide, erre a C pontra. Ennek az RPG-k a love-ra. De ezzel egy kicsit most elárulták magukat, és ezért most ez a ház az most nagyon kőkemény tüzet fog kapni ott. Kisből a gyalogosok. Sikerül is lelőni az egyik emberkét. Danálo John nagyon szépen ugrál ki minden elől, és sikerül ismét lehúzni a lavot. De a gyalogosok megölik. A B pont viszont villog, és a C is üres. Most nem történik pörgés. A B-re most nagyon sokan megérkeznek a magosok, és úgy látszik be is fogják tudni húzni. Nagyon nagy a váltás. Elhiszem, hogy egy kicsit talán ez a jetes dolog is megzavarta az embereket, de szerintem akkora érvágás nincs ez a jet miatt.
Kádár kolbász megérkezik. Ügyesen húz le eddig két embert Kádár kolbász. A harmadik sajnos megállítja, nem maradt valószínűleg már HP-ja. Ufosztosok droppolják az embereket. Ez a kör egy nagyon-nagyon szoros, nézzétek meg, fej-fej mellett van mind a két csapat. 19-10. És ha most vissza tudja húzni a Humforce a pontot, Humforce Mix Team, akkor még meg lehet nekik a meccs. De per pillanat stagnál a pont, spawnolni meg már nem nagyon fognak tudni. Ezt a mag valahogy behúzta ezt a kört, ez egy kurva nagy csata volt. Nem semmi, 18-0 az első kör. Hát, ez egy érdekes meccs lesz, örülök neki, hogy ezt közvetítjük.